Gyakorlatilag már az évad kezdete előtt 2018 nyarán megkezdődött a turnésorozat. A 20 éves hagyományokkal rendelkező Szárémai Opera Fesztivál díszvendégeként három opera előadással és egy nagyszabású gálával lépett az észt közönség elé a társulat. Minden előadás izgalom, ez meg különösen. Első este a Figaro házassága tarolt a középkori várudvarán felállított hatalmas fesztiválsátorban. Erre a színpadon nem egyszerű, mert nincs zsinórpadlás, tehát mindig nagyon kell gondolkodni azon, hogyan lehet megoldani forgószínpad, meg triggerek, süllyedők nélkül, de úgy látszik, hogy a zeneszerzőben érdemes bízni. Mozartnál például ez tökéletesen sikerül, nem hiányzik senkinek semmi. A Traviata előadást maga az észt köztársasági elnök is megnézte. It's extremely important that people communicate through art, and it's an easy way. Everybody knows the music. They don't know the artist. A cigánybáró előadásban helyi észt gyerekek ugrottak be. H. Bettler András pedig észt tudásával kápráztatta el a közönséget. Ahogy az utolsó estén az opera gálán Miks Adrienn is. Észtől énekeltem az észt közönségnek. Legalábbis remélem, ez is felismerhető volt számukra, és én nagyon igyekeztem. Az előadások nagy sikere mellett a szokatlanul nagy kánikula és az észt vendégszeretet az, ami miatt ez a turné mind a 200 résztvevő számára igen kedves emlék maradt. A reptéri vörös szőnyeges fogadtatás, a magyar lobogók szerte a városban, a magyar ételek az étteremben mind lenyűgözték a művészeket. Az opera együttesei a külhoni magyarsághoz is eljutottak. Augusztus végén Szatmár Németiben vendégeskedett a Figaro 2.0. Szeptemberben Beregszászon a felújított 3000 fős arénában csendült fel a Bánkbán, míg ezzel párhuzamosan Székelyföldön 8 helyszínen a szabadtéri előadások megtartására alkalmas, színpaddá alakítható új turnékamion mutatkozott be Donizetti szerelmi bájitalával. Szeptember végén együtteseink Magyarország soros V4-es elnökségének zárásához kapcsolódva Varsóban, Pozsonyban és Prágában mutatták be Kodály székelyfonóját és Janacsák Janufa című alkotását. De a vendégjátékok sorában a legkiemelkedőbb esemény az opera csaknem kéthetes New York-i bemutatkozása volt a Metropolitan tőszomszédságában álló Cox Színházban. A két egyfelvonásos, a Kékszakálú Hercegvára és a Márió és a Varázsló mellett nagy sikerrel mutatkozott be Goldmark Sába királynője című operája. Másnap a New York Times kritikája rendkívüli énekesként említette a főszereplőket, László Boldizsárt, Gál Erikát és Sümegi Esztert. Minden énekes gondol arra, hogy a szomszéd színházba is egyszer énekeljen. Az opera zenekara a legendás Carnegie Hallban adott koncertet Rost Andrea és Placido Domingo közreműködésével. Áll az ember a színpad szélén és csodálkozik, és készülnek a fotók. Nemzeti operánkat, a Bánkbánt most először, de rögtön két estén is láthatta az amerikai közönség. Mivel hogy sokszor énekeltem már itt a Metropolitanbe, nagyon sokan vártak, akik ismertek engem, hogy megint itt fogok énekelni. Úgyhogy egy picit örülök neki, hogy miattam is jöttek úgymond nézők. Az előadás sikerét látva a New York City Opera szándéknyilatkozatot írt alá egy önálló Bánkbán produkció bemutatására. A Bánkbán a világ másik felén is hódított. Ez év januárjában a dél-koreai Tegui operával koprodukcióban szólistáink közreműködésével először csendült fel ázsiai országban Erkel remek műve. A Magyar Nemzeti Balett tagjai is bejárták a világot, nem csak az operák táncos kísérőjéként, hanem önálló produkcióikkal is. A New York-i turné zárásaként teltházak előtt és hatalmas ovációval kísérve adták elő a Hattyúktava, a Don Quixote és a LOL című előadásokat. De felléptek a Zágrábi Nemzeti Színházban a Vígőzvegy balett változatával, januárban pedig meghívást kaptak a Brnói Nemzeti Színházba is, ahol Limitless címen mutattak be modern estet.